Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Vendégem Antal István méhészmester, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Témánk pedig a méz, illetve a méhek helyzete. A Guardianben olvastam ma reggel, hogy a francia méhészek szerint az elmúlt fél évszázad legrosszabb méztermése lesz az idei, mivel a klímaváltozás miatt a virágzási időszak Európában, egész Európában korábban kezdődött és rövidebb volt, és ez súlyos hatással jár a méztermelésre. Na most hát sokan azt mondják, hogy Franciaország messze van, én azt mondom, hogy a méhészek számára Európa helye közel egységes, tehát a problémák azok nyilván itthon is lecsapódnak, hiszen szokatlanul hideg és nedves volt az időjárás, ezt nagyon is jól tudjuk. Nos, hát akkor nézzünk bele a mélységekbe, hiszen egyébként is rendelt ideje van, hogy az idei esztendőt értékeljük. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány sok mindenre volt negatív hatással. Munkaerőpiacra drágultak a különböző energiahordozók, stb. Viszont a szélsőséges időjárás az agrárgazdaság valamennyi területét sújtotta. Gondolok itt elsősorban a eső elmaradása, majd a hirtelen jött eső, a fagyok, és így tovább a fák virágzására, ami ugye alapvetés. Uh-huh. Menjünk az elejére, tavasztól. Ugye furcsa időre ébredtünk mi, és hát nyilvánvaló, hogy az eleje az semmiképpen nem volt jó a méhészek számára sem, teszem hozzá. Így van, így ahogy mondod, hogy szinte azt lehet mondani, hogy az egész mérsékelt égőfnek a problémája ez, mert teljesen szélsőséges időjárási viszonyok fele ment el az egész régió, és Európa meg az egész mérsékelt égév. Ha belegondolunk abba, hogy egy egész enyhe télen voltunk túl, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a telünk az egy semmilyen egész enyhe tél volt, és akkor, mikor kellett volna indulni a tavasznak, akkor jöttek be a kemény hidegek, és akkor jöttek be azok az időjárási összetevők, amik nagyon nagy problémát okoztak. Gyakorlatilag az enyhe télben már beindult a vegetáció, beindult a növényzetnek a fejlődése, és ezek a megindult növényi fejlődések szembesültek az óriási faggyal, ami akkor kialakult. Belegondolunk abba, hogy április elején -5, -8 fokok voltak. És akkor utána jöttek az esőzések, így van, ami megint csak nem tett jót, mondom én, hiszen ugye ezt tapasztaltuk, a gyümölcstermesztők mondják, hogy néhány helyen teljesen elfagyott, tehát ez nyilván a vegyes gyümölcs mézre is hatással hát bírt. Így van. Majd ezt követően pedig alig-alig volt. Így van. Amikor a virágzások, például a gyümölcsfáknak a virágzása is dandárjában volt, akkor voltak a legnagyobb esőzések. Na mostan ez mind a két félnek, a gyümölcs kultúra tulajdonosoknak is, meg a méhészeknek is rossz volt, mert egyszer a beporzás elmaradt, a másik pedig az, hogy a méhek nem tudtak, ha nem is ahhoz szükséges mézet, hogy termék legyen belőle is piacra, de a fejlődésükhöz szükséges mézet se tudták behozni maguknak. És ez a méheknek a fejlődését nagyban visszavetette. Ha megnézzük a többi olyan virágot, tehát a tavaszi növényeket teljes egészében elfelejthetjük ilyen értelemben, aztán jött a repcekorszak, hát az agrárgazdák is nagyon súlyosnak ítélték meg a helyzetet, hiszen a repce messze elmaradt a vállalkozástól, bár teszem hozzá, majd a későbbiekben szó esik arról, hogy jó néhány más növényi kultúra viszont szárnyalt, függetlenül az időjárástól. Repcéről beszélünk. A repcének is az volt, hogy rosszul aszályos télbe kellett a repcének, és hótakaró nélküli időszakban kellett a repcének átvészelni a telet. Nagyon rossz hatással volt rá. Azt lehet mondani, hogy kilódott a növény az egész télen és az egész kora tavasszal. Mire oda került, hogy virágzásba lendült volna a növény, akkor is olyan visszamaradott fejlődésben volt, hogy se a nektár szempontjából nem adta azt a mennyiséget, amire szükség lett volna, de a magtermés is, amiért gyakorlatilag a gazdák termesztik a mézet, a magtermés is elmaradt, mert nem tudott a növény kifejlődni.
Ami a legfontosabb számunkra, és ugye ez különlegesség hazánkban, az akácméz. Most hát az akácerdők helyzete is ez volt. Nem elég, hogy ugye nem jutott nyugvópontra az a vita, mely szerint az akácnak nincs helye Európában, mármint magának a fának. Ez talán ez elviselhető, hiszen nem hinném, hogy az Unió továbbra is kitart az elhatározása mellett, miszerint az akácerdőket ki kell írtani. De az akácvirágzás sem volt olyan, mint amit megszoktunk az elmúlt évtizedekben, teszem hozzá. Nagyon nem. Eleve az akácnövény is nagyon, ahogy még a teleléssel nem is volt baj, hanem ezekkel a koratavaszi nagyon nagy fagyokkal, amit az imént is említettem, hogy beindult a vegetáció, és onnantól kezdve jött rá ez az óriási nagy fagy, és ez az országban sávosan tönkretette a virágzást. Ami azt jelenti, hogy ugye itt mentek már amikor a kora tavasszal beharangozták azt, hogy nem lesz akácméz, ez valamilyen szinten jogos is volt, mert tényleg sávosan úgy elfagyott az akác, hogy nulla termés keletkezett, és azok a méhészek, akik pont szerencsésen egy olyan régióban voltak a méheikkel, amik nem fagyott el, ottan egy jó közepes termés azért lett. De 10 kilométerre odébb meg lehet, hogy egy másik méhésznek meg nem lett. Ezt jó magam is igazolhatom, két helyen van nekem méhem, és az egyik helyen lett, pedig Székesfehérvár tőszomszédságában vagyunk, egyik helyen lett akácméz, a másik helyen pedig nem. Az akácnövényre való visszatérve, most az ősszel volt egy olyan szerencsés lehetőségem, hogy a Szent István mézrovagrenddel Csönge faluba eljutottunk, ez egy Vas megyei kisfalu, és ott lehet találni minden magyar akásznak az ősatját, amit Tessedik Sámuel ültetett el körülbelül 250 évvel ezelőtt, 5 akácfát ültetett, sajnos már egyik sincs életben, de az egyiknek még a törzse és a mementója ott látszik. És szóval onnan indult a magyar akác, és amikor arról beszélünk, hogy nincs helye az Unióban, mert ugye egy invazív faj, egy betelepített fajról beszélünk, de azért azt tudni kell, hogy sehol a Földön, igaz, hogy egy betelepített faj, de sehol a Földön olyan hazára nem lehet az akác, mint a Kárpát-medencében. Egyetértek mindenképpen. Megérkeztünk a napraforgóhoz. Bármennyire is az utolsó időszakban már olyan volt az idő, amit megálmodnak az agrárgazdák évről évre, azért ez se jött be, mondom én. Hát az is az volt a gond, hogy nagyon nagy szárassággal indult a napraforgónak az előélete. Gyakorlatilag csak a növénynek a magasságából ítélve is sok-sok centivel elmaradt a növénynek, visszamaradt a fejlődésben, és olyan kényszeredetten indult be a virágzásba és a terméshozásba, és nagyon észre lehetett venni a napraforgó táblákon, hogy nem olyan vitalitással van a helyén, mint ahogy elvárná az ember. És akkor hátra maradt még nekünk, ami nagyon-nagyon fontos, a vegyes virágméz, a mezőkből származó. Ahogy néztem itt, hogy rozmarin, kakukkfű, hang, a méztermése az elhanyagolható, megint csak sajnos, igen. Viszont a mezők, ugye egy határozott elképzelés született arról, hogy a mezőket érintetlenül kell hagyni. Így van. Ez talán elindul, ugyanakkor a mezők méztermése a kellő gondozatlanság okán megint csak csökkent. Hát nagyon nehéz összehozni azt, hogy azok a vadon termő növények, igazából nem is nekünk kéne összehozni, ez valahol ott lett elrontva, hogy a klímaváltozás miatt megváltozott a növényzetnek is az összetétele. És amint említettem, a nyár elejé szárasságok, azok, amik gyakorlatilag a növényeknek a fejlődését elősegíteni, mert csapadék nélkül nem tud egyetlen egy növény sem létezni, megélni.
ezek mind-mind azt eredményezik, hogy azok a növények, amik vadontermőként a nektár és az egyéb virágpor összetételét adnák a vegyes virágmézeknek, azok mind-mind el vannak, visszamaradnak a fejlődésben, és nem adják azt a lehetőséget, azt a nektármennyiséget, amire szükségünk volna. Ez a klímaváltozás, ez nem győzzük hangsúlyozni, és mindig-mindig visszatérünk rá. Sajnos sok mindent tönkretettünk ebben az utóbbi fél évszázadban. Mennyi a veszteség? Hogy tudja feldolgozni ezt a méhész? Hiszen itt kettős a dolog, egyik oldalról nyilván, hogy áruként jelenik meg a méz a piacon, és korán sem mindegy, hogy mennyibe kerül a vásárlónak. A másik oldalról viszont ne feledjük, hogy hazánkban rengeteg olyan méhész dolgozik, aki ebből él. Egyre nő a számuk. Ez sem jó, mondják az Unióban, tehát csökkenhetne, de hát ez ellen igazából nem tudunk semmit tenni. De egy olyan méhész, aki ezt csinálta már, felkészült, és ott vannak a kaptárjai, ott van minden hozzá, az milyen veszteséget szenvedett az idén? Hát az akácméz, amit, hogyha úgy fogalmazunk meg, akkor egy magyar méhésznek az akácméz adja az éves árbevételnek durván 50%-át, a magasabb értékénél fogva is, és hát hogyha ha ideális évről beszélünk, akkor a mennyiségénél fogva is. Itten igazából az a gond, hogy ez az akácméznek az értéke, hála Istennek most már kezd oda beállni, ahova ami ennek kéne is lenni, ennek a méznek, mert ugye a világon akácméz nagyhatalom vagyunk. És ezek a nagy méhészek akkora költségekkel kell, vagy akkora költségeik vannak, hogyha ez az akácméz termés elmarad, akkor azt lehet mondani, hogy az éves árbevételüknek fele elmarad. Szóval onnantól kezdve a megélhetésért küzdenek, hogy egyáltalán fent tudjanak maradni. Na mostan, ha egy nagy méhészt évekig pont olyan periódusban nem lesz meg az a mézmennyisége, amire ő számít és a megélhetéséhez szükséges, akkor onnantól kezdve elgondolkodik rajt, mivel ez is egy szintiszta üzleti vállalkozás, hogy feladja. Mert a családjának őnek is enni kell adni, és hogyha ő a családját nem tudja fenntartani, akkor azt mondja, hogy ezt a tevékenységet ő abba hagyja, és ennyi. Ugye elkerülhetetlen, hogy néhányan abba hagyják, de mi történik ezekkel a méhészetekkel? Hát ez a nagyon nagy probléma, hogy amikor arról beszélünk, hogy ugye beporzó rovarok, azt tudni kell, hogy a beporzó rovarainknak 40%, a vadon élő beporzó rovarainknak 40%-a kihalt az utóbbi 20 évben. Ez egy óriási nagy probléma. Na mostan a beporzó rovaroknak a mennyiségét úgy tudjuk fenntartani, hogyha méhészeteket tartunk fenn, és a méhészetekből a házi méh végzi a beporzását azoknak a növényeknek, amire szükségük van. Na most, hogyha ez egy veszteséges iparág, akkor azok a nagy méhészetek azok valószínű, hogy el fognak sikkadni, és el fognak tűnni. És onnantól kezdve, hogy ezek eltűnnek, akkor az a méh mennyiség, az a beporzó rovar mennyiség is hiányzik majd az ökoszisztémából. Igen, azt tapasztaljuk, hiszen jöttek a hírek Amerikából, hogy már kézzel emberek végzik a beporzást, ami enyhén szóval viccesnek tűnik. Egy köznapi ember számára, holott sokkal inkább tragikus, így van. Igen. Tehát a másik kérdés, hogy miként sikerült megállapodást kötni, mondom én, az agrárgazdaságon belül, hiszen egyre több olyan gond merült fel a növénytermesztők és a méhészetek között, ami az zavarta mindkettejük munkáját, hiszen nem sikerült megállapodni. Nagyon nem sikerült megállapodni, mert vannak olyan, a mezőgazdaság kemikália nélkül nem tud fennmaradni.
Na mostan, hogyha a mezőgazdaság azt a mértékű kemikáliát és olyan típusú kémiai szereket használ a növényzetnek a fenntartására, amit idáig is használt, akkor az a méheknek, méhekre káros hatással van. Na mostan innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz úgy egyeztetni az érdekeket, hogy a méhek, nem a méhészek, a méheknek az érdekeit, és az, hogy a méhek is életben maradjanak, és a mezőgazdasági termékek is, vagy a mezőgazdasági termelés is életbe tudjon maradni, és gazdaságosan tudjon termelni. Hát ugye sok-sok évre visszamenőleg ugye ez a jól ismert neonikotikum probléma. Megszüntették a neonikotikumot, vagy betiltották a neonikotikumot, és ezzel sok-sok betegségnek a térnyerését elősegítették. Na most, ha a mezőgazdászok tudják ezt a szert használni, akkor sok betegség visszábszorul, viszont a méhek is elpusztulnak. Biztos vagyok benne, hogy folynak a kutatások olyan kemikáliák irányába, amik mind a kettő célnak megfelelnek, de most itt ez nem emberi érdek egyeztetés, hanem sajnos nem tudunk, nem, egyelőre még nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát arányos jó megoldás nem létezik jelen pillanatban, van, sajnos. Egyébként kint jártam még hónapokkal ezelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyílt napján, és számos méhésszel beszéltem, mert hogy most az árakról kérdeznélek. Mi azt gondoltuk, hogy ha már így alakult ez az idei szezon, akkor nyilván az árak követik, tehát ha kevesebb, akkor óhatatlanul is megnőnek az árak. Nem egészen így történt, de meddig tartható ez? Hiszen korántsem mindegy, hogy az általunk is nagyon szeretett vegyes virágméz, illetve az akácméz mennyibe kerül. Így van. Igazából jó, a méhésznek ugye az volna a legjobb, hogyha minél drágábban tudná értékesíteni a termékét. De van a piacnak is egy tűrőképessége, ami fölé a vevők nem szívesen mennek el, és lehet, hogy egy bizonyos lélektani ár fölött azt mondják, inkább lemondanak egy egyes típusú mézekről. A szaktárca, illetve az OMME méhészeti programja mennyiben segít ezeket a problémákat megoldani? Hát némi nemű segítséget ad, teljes mértékű megnyugvást még nem adhat, de igazából az volna, szóval a méhészeket két érdek miatt is életben kéne tartani. Egyszer gazdaságilag, hogy ők tudjanak úgy termelni, hogy az gazdaságos legyen, a másik pedig az imént említett biológiai és ökológiai problémák miatt a méheket mindenképpen életbe kell tartanunk, és ezáltal a méhészeket is életben kell tartanunk. Egyértelmű. No, hát még egy valamiről mindenképpen kell beszélnünk. Olvastam egy érdekes szakcikket a kínai méz térhódításáról. Ugye tetszik, nem tetszik, az Unió bármilyen döntést hoz, a kínai méz egész egyszerűen nem áll meg a határokon. Beszivárog, és tetszik, nem tetszik, lehet, hogy a szabályozása rossz, de most jelen pillanatban úgy van ez, hogyha 99%-a egy üveg méznek kínai, ami tudjuk, hogy milyen minőségű, és 1%-a mondjuk a magyar akácméz, azt már az Unióban lehet forgalmazni, igen, árusítani. Igen. Ha nem is aranyáron, mert ráadásul ugye ez az árakra is hatással van, hiszen némiképp olcsóbb a kínai méz, bár nem tudjuk, hogy miből készítik. Nagyon nem. De azt azért kérdezem most, hogy is van ez? Hát igen, ez egy nagyon nagy probléma, hogy ha bejön ez az olcsó cukros lé, nevezzük annak, mert ezt akárminek is nevezhetjük, és hogyha ezt legálisan be tudják keverni a jó minőségű mézbe, és nem azért kell, hogy mi jó minőségű mézünk, hogy abból egy termék legyen, hanem csak ennek a minőségi feljavítására van szükség a mi jó minőségű mézünkre, akkor gyakorlatilag nem lehetünk monopol helyzetben, és nem tudunk értéket teremteni.
A vevők nagyon-nagyon sokszor a pénztárca is a pénz dönt. És amikor bemegyünk egy multicéghez, egy kereskedelmi multicéghez, ahol lehet kapni akácmézet, és olyan áron, amennyiért egy termelőnek köze nem volna hozzá, hogy ezt előállítsa, akkor az nagyon nagy mértékben tudjuk azt, hogy az miből áll, hogy az nem igazi méz, de ha az egészségünket vesszük figyelembe, és tényleg az van, hogy a méz az nem csak élelmiszer, hanem egy gyógyhatású készítmény is, akkor ez lebegjen a szemünk előtt, hogyha mézet fogyasztunk, akkor az igazi méz legyen, és tényleg ne ez a kutyulmány, ez a keverék. Igen, születtek megállapodások, illetve próbálkozások arra, hogy a nagy áruházláncokat megállapodjék a agrártárca, tehát a kormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az OMME is emellett volt, de most jelen pillanatban azt látjuk, hogy továbbra is vannak olyan nagy áruházláncok, ahol ezt a eredete is meglehetősen homályos kínai vagy akárhonnan származó mézet árusítja. Uniós és nem uniós mézek keveréke, igen, ez egy ilyen nagyon hangzatos dolog. Igen, sajnos az a baj, hogy ez tényleg Kínában is méz lenne, és ott méhek által termelt méz lenne, virágból nektárként begyűjtött méz lenne, és azt importálnának ide, még az nem is volna olyan nagy baj, csak az a baj, hogy szintetikus cukroknak a keveréke, aromákkal feldúsítva. Végezetül mit hozhat a jövő? Hát egyelőre én úgy gondolom, hogy én nem sok jót látok ebben. Sajnos a klíma, a gazdaság, ez mind-mind nehézségeket gördít a méhészek elé. És hát sajnos úgy látom, hogy a klímában hiába teszünk meg bármit, egyik napról a másikra a klímaváltozást nem tudjuk megváltoztatni, és nem tudjuk azt, hogy pár éven belül az égövünk, az éghajlatunk az visszaálljon abba a természetes folyamba, amit ugye sok ezer évig megvolt. A gazdaság az meg ott esetleg lehet, mert azt emberek szabályozzák. Nagyon remélem, hogy abban lesz pozitív változás, és hogyha a méhészek kapnak megfelelő támogatást, akkor az esetleg egy kicsikét pozitív képet mutathat. Visszás a helyzet, de reméljük a legjobbakat, és reméljük azt, hogy jóra fordul egy idő után. Nos, hát ezt kívánom én is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a méhészet helyzetéről beszélgettünk Antal István méhészmesterrel. Hát sok jó nem hangzott el sajnos, viszont hát bizakodóak vagyunk természetesen, hiszen ne feledjék, rövidesen jön a karácsony, és kell a méz mindannyiunknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!